Ezeket a képeket csütörtökön készítették az Eger Termál Kft. Dolgozói. Az erős szél miatt beszakadt a strandon található versenymedence sátra. Ez volt az egyik nagyobb szakadás, illetve a másik oldalon, ott látjátok, hogy az volt egy olyan komolyabb, amit a belengéskor valami kiszakított. Most pedig már így néz ki a szakadások helye a sátoron, amit a szakemberek pénteken megjavítottak. Úgy tudjuk, a nemrégiben átadott korszerű légtechnikai berendezés befújó csövénél kapta fel az erős szél a ponyvát, aminek hatására csökkent a nyomás, és így a lámpatestek is meglazultak. Volt, ahol le is estek, valamint több szakadás is keletkezett a sátor felületén. Itt most a legfontosabb szempont az, hogy azért a tegnapi eset, úgy gondoljuk, hogy egy viszonylag helyzet volt, valószínűleg egy erős széllökés hatására történt, de mindent ki akarunk zárni annak érdekében, hogy rendelkezzünk minden olyan információval, hogy a jövőben egy hasonló esetet el tudjunk kerülni. Éppen ezért most abban azt a döntést hoztuk meg a városvezetéssel együttműködve, mert a költséghatékonysági szempontok mellett fontos a sportolók biztonsága is, hogy a Bicskei úszodába terheljük át az ő felkészülésüket. A sportolók tehát ismét visszatérhetnek a Bicskei Aladár úszodába, ugyanis már péntek reggel elkezdték feltölteni a medencét, így oldják meg az úszók és vízilabdázók tréningezési lehetőségeit. Az önkormányzatnak is költséges a helyzet megoldása, ugyanis jelentős az úszoda havi üzemeltetési díja. Az önkormányzatot ez duplán rosszul érinti, hiszen egyrészt van a tényleges kár, amit a Termál Kft. Sátras medencéje és berendezései szenvedtek el a viharos időjárás miatt, másrészt meg van egy másik anyagi kár, ami abból fakad, hogy most a sportolók előtt újra meg kell nyitni a Bicskei Aladár úszodát. A Bicskeinek a tavalyi évben, hogyha átlagot kell vonni, akkor havi szinten egy 20 millió forintos üzemeltetési költsége van. Egyelőre alaposan kivizsgálják a történteket, ezt követően döntenek arról, hogy hol folytatják tovább a sportolók felkészülésüket. Ugyanis sokkal költségesebb a Bicskei Aladár úszoda működtetése, mint a termál- és strandfürdő sátorral fedett versenymedencéjének fenntartása.